Szeretettel köszöntöm Péri Mártont itt a körünkben. És hát... Jó reggelt kívánok! Az a mai adásunk, vagy a beszélgetésünk témája, hogy a Szeretetláng Mozgalom, az Emmanuel Közösség és a Szociális Testvérek Társasága ismét egy közös ima alkalomra hívja, ezúttal azonban nem a megszokott közönségét, ha mondhatom így. Igen, illetve hát a megszokott közönséget is várjuk azért, hogy imádkozzunk a békéért, Magyarország békéért, de most olyan módon változtatnánk a célközönségen, hogy arra kérnénk a szülőket és a nagyszülőket, hogy a gyerekeiket próbálják meg elhozni azért, hogy ők is imádkozzanak a békéért, illetve nem utolsó sorban megkértük Mohas Gábor püspökatyát, a bazilikának a plébánosát, hogy az alkalom után, a rózsafüzér után ő imádkozzon a gyerekekért személyesen kézrátétellel, ahogy ugye egy püspök tud, és reméljük, hogy mostantól fog majd imádkozni az emberekért és a gyerekekért. Ugye most már elég hosszú ideje tart a háború, és sajnos nem, hogy javulna a helyzet, hanem tovább fokozódott. Igen. Miért fontos az imádság ilyen formája is, és miért tartotta fontosnak itt a három közösség, mozgalom, Szociális Testvérek Társasága, hogy együtt imádkozzanak a Szent István Bazilikában? Ugye egy személyes vallomással hadd kezdjem. Magyarországon olyan 9,5 millió katonai szakértő van. Én is egy vagyok. Mondjuk annyi a különbség, hogy nekem erről van papírom. Én azt gondolom, hogy hát lehet, hogy nem ez a harmadik világháború, de eléggé úgy néz ki, mint egy jelmezes főpróba. És amikor ez az orosz-ukrán konfliktus elindult, akkor Bíboros atya egy rendkívül profétai levelet tett közzé. És ez nagyon megérintett bennünket, ugye a szakmai érintettségen túl. És akkor úgy gondoltuk, hogy imádkozzunk Magyarország békéért, egyáltalán a békéért. Két online imádságot is szerveztünk, ami megdöbbentően sok embert vonzott. Az első alkalommal 11 ezeren voltak a Zoom, illetve a YouTube csatornán, ami Magyarországon valljuk meg elég megdöbbentő. 7 püspökatya is eljött. És aztán, amikor Jim Blount atya itt járt tavaly, augusztus végén, akkor ő külön megkért bennünket, hogy igen, imádkozzunk Magyarország békéért, mert a békét az veszély fenyegeti. És akkor elkezdtünk imádkozni a Szent István Bazilikában, mert Mohas Gábor atya befogadott bennünket, és elkezdődött ez az imádság. Igazából havonta 2-szer szoktunk összegyűlni, a harmadik szombatokon esténként, a 6 órás mise után, és a 4. szombatokon pedig reggel 10-től 12-ig. Uh-huh. És miben lesz másabb? Ugye most szombaton kerül sor erre az alkalomra. Olyan szempontból nem lesz más, hogy most is a rózsafüzért fogjuk imádkozni. A szűzanyát kérjük, hogy járjon közbe az országért, az országáért. Annyiból lesz más, hogy megkértük püspökatyát, hogy imádkozzon a gyerekekért, a jövőnkért, ennek az országnak a jövőjért, mert hiszen ők fogják örökölni ezt az országot, és szeretnénk azt minél jobban bevezetni a köztudatba, hogy megkérhetjük a püspökeinket, hogy ilyen személyes módon is imádkozzanak értünk, és alkalmat is szeretnénk erre teremteni, hogy elsősorban a gyerekek kapjanak ilyen imádságot, de persze, aki ott lesz, az. Én azt gondolom, hogy püspök atya nem fogja azt mondani, hogy most értünk, hogy imádkozom. Amúgy a gyerekek nagyon fontos téma, megszólítani őket. Mennyire fogékonyak ők egy ilyen ima este, hiszen azért egy gyereknek ez elég monoton, hogy rózsafüzért imádkozni. Mennyire nyitottak rá fiatalok? Ez egy jó kérdés, ezt majd meglátjuk. De én azt gondolom, hogy legalább tegyük ki őket. Tehát ha valaki eljön, és nem bír a gyerek csak egy tizedet, akkor meg egyetem mit értünk gyerek alatt? Azért nem mindegy, hogy valaki 6 éves, 10 éves vagy 15 éves. Ugye amikor Jim Blount atya itt volt, és nem tudom, 4 órán keresztül beszélt a bazilikába, akkor egész kisgyerekek, 4-5 éves gyerekek végigülték ezt a 4-5 órát. Én azt gondolom, akit el lehet hozni, és úgy gondolják a szülők, hogy mondjuk 8-kor még nem kell lefektetni, hanem elég lesz 8:30-kor lefektetni, akkor azt el lehet hozni.
egyáltalán fürdessük meg idézőjelben a gyerekeket a rózsafüzér, meg egyáltalán a szentségnek a légkörében, és adjuk meg a lehetőséget, hogy az Isten megérintse őket. Nekem is van 3 gyerekem, igen, küzdelem egyáltalán az imádság, küzdelem a rózsafüzér, de azt gondolom, hogy tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ez nem pusztán egy program, tehát hogy most tényleg a jövőnkről van szó, amit az előbb mondtam itt a harmadik világháborúról, én azt gondolom, hogy ez nem csak vicc, vagy nem csak egy marketing fogás, hanem itt tényleg nagyon komoly dolgok vannak. Nem akarom elrontani a nap hangulatát, de hogy valamilyen szinten rajtunk múlik a jövőnk. És a hiterőt adhat egyébként ehhez mindenki számára? Vagy mi az a többlet, ami miatt egy ilyen közösségi együttlét segíthet? Persze, teljes mértékben, hát hiszen ahogyha összejövünk, akkor az imádságnak sokkal nagyobb ereje van. De visszautalva, édesanyám végigélte a második világháborút őket, ezt tartotta életben, hogy belekapaszkodtak az Istenbe. Azt gondolom, hogy most ez egy olyan pillanat a nemzetünk életében, meg a világ életében, amikor bele kéne kapaszkodjunk az Istenbe két kézzel, és könyörögjünk, mert ennek van itt az ideje. Mennyire értik vajon a gyerekek, a fiatalabb korosztály azt, hogy milyen jelentősége van egy ilyen alkalomnak, egyáltalán annak, hogy milyen célból jönnek össze egy ilyen imaestre? Én azt gondolom, hogy összerakják a gyerekek. Tehát nyilván, hogy még akkor is, ha nem néznek tévét, azért valami lejön abból, hogy mi zajlik a világban. Én ugye felnőtteket, vagy hát egyetemistákat tanítok, ők azért eléggé meg vannak szeppenve. Nem igazán tudnak kihez fordulni, nem igazán tudják föltenni a kérdéseiket. Nem biztos, hogy mi felnőttek ezzel igazából szembenéztünk, hogy mi van itt, de adjunk egy lehetőséget. Hogy az Istenhez forduljanak ők is, meg mi is. Egyébként mivel lehet bátorítani a megszeppent fiatalokat? Hogy próbálják ezt ők feldolgozni, hogy most itt vagyunk akár egy háborús helyzet küszöbén? Hát, hogy mondjam, nekünk is, nekik is fel kell azt fognunk, hogy amiben élünk, ez egy véges világ. Nyilván nem erre akarjuk tanítani a gyerekeinket, nem erre akarjuk nevelni, de hát ez egy véges világ, aminek így úgy vége tud szakadni. Pont azzal, hogy megmutatjuk nekik az Istent, illetve az Isten szeretetét, ezzel megmutatjuk nekik, hogy van remény, nem feltétlenül ebben az inercia rendszerben, de van remény mindenképpen, és ez erőt adhat ahhoz, hogy bármi is következik, azt végigcsináljuk. Akkor azért ez a hit elég sokat számít szerintem mindannyiunk számára. Teljesen. Mi van akkor, hogyha a hitetlenek, hogy állnak ehhez a történethez vajon? Lehet, hogy az Isten azért fogja ezt megengedni, hogy rádöbbenjenek, hogy a világunk az véges, és hogy az örömünk, vagy éppen a kiteljesedésünk keresése ebbe a világban értelmetlen, és alapvetően a mi hazánk az nem itt van, hanem oda át. Hogy jár föl az imaest a rózsafüzér imádságon kívül még, és ugye a püspök atya áldása a legvégén? Igazából pont azért, mert a gyerekeket hívunk, nagyon egyszerűen szeretnénk, ha lesznek, igen, talán lesznek pár mondatos elmélkedések a tizedek között, de nagyon egyszerű lesz, nagyon egyszerű énekekkel. Én azt gondolom, hogy 8 órára legkésőbb jó lenne, ha be tudnánk fejezni. Uh-huh. Tehát nyugodtan el lehet kisgyerekeket is hozni. Tehát akkor ez november 18-án, 19 órakor a Szent István Bazilikában. Igen. További tervek vannak már advent idejére? Teljes mértékben. Egyedül ugye advent az, ami sajnos kiesik, mert akkor foglalt lesz a bazilika, de januártól kezdve ugyanígy folytatjuk. És hát ameddig nem lesz béke, addig ez mindenképpen aktuális. Az a baj, hogy gyakorlatilag soha nincs béke. Nyilván most ameddig Magyarország fenyegetettsége ilyen mértékben fennáll, azt gondolom, hogy ez mindenképpen indokolt. Péri Márton, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.